Klérendőr. Piszkos Pierre Lepanc megszökött a börtönből. Engem bíztak meg, hogy visszavigyem. Az utasítások szerint találkoznom kellett egy különleges ügynökkel, mégpedig egy omladozó elhagyatott ház előtt. Jó napot, mélyet tisztelt felügyelő úr! A nevem Charlie, és az ön robot ügynöke vagyok. Na és kisfiam, mi mindent tudsz? Hey, elektronikus zsaru! Az én komputer agyam segíteni fog önnek, hogy visszavigye Piszkos Pierre-t abba a dutyiba. Hát ez igazán remek! Oké, Charlie. Akkor most mit csináljak? A leggyorsabban úgy kaphatja el Piszkos Pierre-t, hogy betöri az ajtót, de vigyázz magával egy pusángot. Csak még egy pillanat és csattan a bilincs a csuklódon, öregem! Oh, úgy látszik, rosszul kalkuláltam. Őszintén sajnálom. Akkor most talán próbálkozzon meg egy jól irányzott gránáttal. Előtt teljesen lerobbanna. Felrobbanthatná egy helikopterről. Felejtse el, tisztelt felügyelő úr, keménynek lenni ez a legfontosabb. Ahhoz, hogy elkapjuk ezt a megátalkodott fickót, betonerős terv kell. Repüljön be az ablakon rakétával, és Pierre menni fog magával, mint egy bárány. Konfucius szerint legjobban úgy bánhatunk el a bűnözővel, hogyha egy nagy fa a háza felé dől el. E tervben nagy volt a hiba százalék. Van egy jobb ötletem, ez a vezeték. Magas feszültség. Hallgassa meg az okos szót, s ne használjon más, csak lasszót. Ez az ötlet bomba biztos, Pierre sorsa bizony kínos. Oké, de jól jegyezd meg, robot, ha ez sem válik be, kitépem a tranzisztoraidat, mégpedig szállonként. Tudják, csöppet sem véletlen, hogy Piszkos Pierre lett a nevem. Hú.
kellene találkoznom a mélyen tisztelt felügyelővel. Aha, már itt is van. Ha ön és én jól együttműködünk, Pierre nem csúszik ki a kezünk közül. Na te piszok disznó, így akarsz te velem együttműködni? Szégyen a futás, de hasznos, jobb, mint egy fejlövést kapnod. Gyere vissza, te mániákus mechanikus! Hölgyeim és uraim! Nagy szerencsémnek tartom, hogy bemutathatom önöknek Fifit! Állé, hopp! Erről nem volt szó. Fifi olyan szorgalmas, hogy még a dobomat is kiszakította. A festői szépségű Svájcban járunk. Rózsaszín párducunk hegymászásra adta a fejét. Várjunk csak, mintha a kötél nem egy sziklában akadt volna meg. Úgy látszik, az ergék nem rajonganak a hegymászókért. Hát talán ennyit Svájcról. Micsoda megáltalkodott gonosz képe van? Judo őrmester! Hol a csudában van az az ostoba őrmester? Judo, azonnal ide hozzám! Hívni tetszett, felügyelő úr? Igen. Jegyezd meg ezt a gonosz megáltalkodott képet. Ha felismered valahol, ne habozz! Alkalmazz erőszakot! Ez a parancsom! Aha. Szentséges Habakú! Felügyelő úr, ez tényleg parancs? Hát persze, hogy parancs! Értettem. Tisztelettel jelentem, hogy ezennel a parancsot végrehajtottam, felügyelő úr.